Örömmel köszöntötték egymást, és emlékeztek a katonai évekre hétvégén a ceglédi híradó zászlóalj egykori tagjai. A különleges eseményt az egyik belvárosi étteremben tartották. A nosztalgia találkozón több mint 70-en vettek részt. 2001-ben zártuk be a laktanyát, és azóta igény mutatkozok már 2009-ben arra, hogy összejöjjön a volt csapat, a híradó zászlói állománya, és azóta ez már 7. találkozó. A Covid miatt sajnos 4 év kimaradt a találkozók sorából, és azóta az egykori állományból 21-en már nincsenek közöttünk. Rájuk fotókkal emlékeztek a katonatársak. A ceglédi híradó zászlóaljban a 35 év alatt összesen 439 hivatásos tiszt és tiszthelyettes szolgált, és persze az egyéb szerződéses állomány tagjai. Cegléd katonaváros volt. A régi honvéderekéket, köztük a zászlókat, vállapokat, kitüntetéseket is meg lehetett nézni a nosztalgiázás során. A katonai emlékek Lukács István, a Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnökének gyűjteménye. A találkozó kiváló alkalom volt arra is, hogy a fiatalabb korosztály még teljesebb képet kapjon. Milyen honvéd élet volt Cegléden? Igyekezünk azért, mint ebben a riportban is, ugye közhírét tenni, hogy azért léteznek még idősebbek, akik visszaemlékeznek az időkre, és hát szerintem nagyon sok sorállományú katona is van, akik örömmel voltak az zászlóaljnál. Ma is meghívtunk ide, vagy 4-en vannak sorállományú katonák, akik akkorában a gépkocsivezetők vagy távirászként itt voltak, és örömmel visszajöttek ide, és most el fogják mondani, hogy akkor mit éreztek, illetve hogy most mivel foglalkoznak. A 66. ceglédi zászlóalj Puskás Tivadar nevét viseli. A találkozón kiállították azt a szobrot, amit a ceglédiek kaptak még 2019-ben Puskás születésének 175. évfordulójára. De a résztvevők a ceglédi híradó zászlóalj történetéről szóló könyvről is beszélgettek.